A helyi közösségek hatáskörei az elmúlt években az illetékesek szerint leszűkültek, mivel a helyi közösségek nem rendelkezhetnek saját számlával. A helyi közösségek mégis összekötő kapcsot képeznek a lakosok és az önkormányzat között. Így a júliusban megtartandó választásokon a lakosok a saját sorsukról döntenek. A szabadkai választásokon 37 helyi közösség jövője lesz a tét. A legtöbb listát eddig a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség adta le. A Szerb Haladó Pártnak mind a 37 helyi közösségben van listája. Következő helyen van a VMS, akinek 25 listája van. Tovább a Ligának van 9 listája, a Horvát Pártnak van 6 listája, Szerb Szocialista Pártnak 2 listája van, illetve egy polgári csoportosulás van. Az elmúlt időszakban nem voltak megfelelően szétosztva a helyi közösségek között a városi pénzeszközök, állítja Bránko Tóth. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga Szabadkai Szervezetének végrehajtó bizottsági elnöke szerint ez az oka annak, hogy egyes városrészek csak lassan fejlődnek. Nyima treba kanalizácia, vodovod, putevi, škole, ambulante, a to grad može da rešava sama mesna zajednica, kao mesna zajednica to nije u stanju, niti po zakonu može, ali može da se insistira preko grada Subotice, preko izabranog rukovodstva grada, da se određeni problemi brže rešavaju. A helyi közösségi választások állapotfelmérés is egyben, amelyből kiderül, hogy a pártok mekkora támogatottságot élveznek Szabadkán, mondta Bumfort Tivadar. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezetének elnöke elégedett a párt eddig elért eredményeivel. A Vajdasági Magyar Szövetség az ugye a kontinuitás itt a Vajdaságban. Tehát más pártok jönnek, mennek. Ha visszanézünk az elmúlt 21 pár évre, a Vajdasági Magyar Szövetség az itt van, a polgárok szolgálatába, segíti az itt maradást, segíti az életünk szebbétételét, jobbátételét. Szerettük volna megszólaltatni a Szerb Haladó Párt szabadkai szervezetének képviselőit is, de nem tudtuk elérni őket. A szabadkai helyi közösségi választásokat július 19-ére írták ki. A Demokrata Párt, a Liberális Demokrata Párt, illetve az Új Párt előzőleg jelezték, hogy bojkottálni fogják a választásokat, mert nem fognak részt venni a voksoláson.